A Városi Hivatásos Tűzoltóság az év első napjától kezdődően a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyik egységeként működik tovább. Ezért köszöntötte hivatalosan is a szervezet vezetője a székesfehérvári tűzoltókat. Rengeteg új intézkedés jött ki most is. Az állami rendszer kialakításával kismértékben ugyan, de megváltoznak az egyenruhások feladatai, mondja Makosi Lajos, aki szerint a teendők módosulása miatt a tűzoltók szemléletformálására van szükség. Nem érhet véget úgy egy tűzoltói beavatkozás mostantól kezdve, hogy a tűzoltók levonulnak a helyszínről, és majd valaki valamilyen úton, módon helyreállítja az ottani állapotokat, gondoskodik a bajba jutottakról, bajba jutottak jövőjéről, hanem ezt most már a tűzoltóságok parancsnokai, illetve azok helyettesei, valamint a polgári védelmi, katasztrófavédelmi irodák komplexen fogják lekezelni. Molnár Erik 4 éven át irányította a székesfehérvári tűzoltóságot, és az egységes állami rendszerbe integrálódás után is ő látja el a parancsnoki feladatokat. A tűzoltó ezredes azt mondja, lezárult egy korszak az általa vezetett csapat életében, és abban bízik, hogy a következő időszakban egy megújult szervezet áll a városlakók szolgálatában. Egy átmeneti időszakot élünk március 31-ig, ez időszak alatt minden változatlan formában folytatódik, mint ahogy eddig tettük, állami felügyelet mellett természetesen kialakulnak a szabályozóknak az új köre, nyilván ezeket mindenkinek meg kell ismerni, alkalmazkodni kell, sőt alkalmazni kell a gyakorlatban. Az új rendszer kialakítása az integrálódással már az év elején elkezdődött, az igazgatóság és a tűzoltóság azonban március végéig az eddig megszokott rendszerben működik tovább. A szakemberek a következő hónapokban véglegesítik az egyenruhásokra vonatkozó szabályokat.